Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ma a panelokról fogunk beszélni. Természetesen, ha te olyan felületet, asztali környezetet használsz, amelyben már van panel és avval te elégedett vagy, akkor ez csak érdekes lesz. De hogyha például Openboxot vagy csempéző ablakkezelőt, ami nem ad egy saját panelrendszert használsz, akkor természetesen el kell gondolkodni azon, hogy neked kellene valami panel. Én hármat fogok körbejárni, illetve hármat fogok bemutatni alapszinten. Gyakorlatilag az első kettőről, az XFCE panelről és a Tint 2-ről már vannak beállítós videóim, azok jelenleg 99%-ig természetesen még élőek, azaz nem változott a beállítás ott semmit. A következő, a harmadik a Polybar lesz, amiben egy picit rámutatok, hogy mit, hol kell állogatni. Gyakorlatilag nem egy oktató videó lesz, hogy hogyan állítsd be a Polybarodat, csak rámutatok, hogy a szöveges szerkesztésű fájlok, a szöveges konfigurációs fájlok is nagyon jól szerkeszthetőek, és egy picike kis hozzáértéssel, valóban csak egy picike kis utánaolvasással, beleérző képességgel bizony a Polybar sem egy vagy sebészet, azt is be tudjátok állítani. A gyors áttekintés lényege, kinek melyik lesz jó. Azaz rá szeretnék mutatni, hogy én nem a hármon kívüli negyedik, ötödik, hatodik nagyon szuper bárokat, panelokat szeretném leszólni, hanem csak ezt a hármat használom, és ezekről tudok beszélni. A negyedik, ötödik, hatodik, hát bizony az nem ismerő számomra, akármilyen jó, arról nem tudok beszélni. Nem el akarom rejteni előletek, természetesen nem csak. Azt tudom bemutatni, amit én szeretek és megismertem. A következő kérdés természetesen a megszokott, minek neked panel? Hiszen Openboxon is tudsz billentyű kombinációval dolgozni. Szuperül! Természetes BSPVM-en is tud billentyű kombinációval dolgozni. Minek neked panel? Hát azért, mert megszoktam, mert szeretem, és véleményem szerint egy gyorsindítósáv vagy egyéb ilyesmi kifejezetten kényelmessé teszi az életemet. Ha asztalt szeretnék váltani, akkor amikor a kezem az egéren van, az bizony ne kelljen billentyű kombinációval megtenni, hanem egérrel is meg tudjam tenni. Egyértelmű, plusz természetesen sok infót ki tudok iratni a bárokra, azaz a panelokra, kényelmes. Ha valakinek zsigeri ellenérzése van a panelok ellen, az ne használjon. Mit tudjon egy panel, ami nekem alapvető és elvárás legyen egy gyorsindítósáv? A gyorsindítósáv az, amikor van egy csomó ikon, rákattintasz és elindul egy program. Egyértelmű, kényelmes, legyen asztalváltó. Az előbb elmondottak szerint, bizony én szeretem, hogyha egérem van a kezem, hiszen hogyha szerkeztek valamit, akkor egyértelműen az egérrel teszem meg, és egy képet mondjuk nem a billentyűről szoktunk szerkeszteni, akkor bizony ne kelljen különösebben odavinni a billentyű fölé a kezemet, és beütni azt a billentyű kombinációt, hogy eljussak a harmadik, vagy negyedik, ötödik asztalomra. Egyértelmű szerintem. Saját programokat el tudjunk indítani. Ez egy picit más, mint a gyorsindítósáv. Gyorsindítósáv egy programot tudok indítani, ez a saját programokat indítson, az a scripteket tudjon indítani, különösebb probléma nélkül. Egyértelmű, ez scriptmániásnak, mint amilyen én vagyok, bizony elvárás, hogyha összerok scriptet, akkor ne csak egy programot indítson, hanem különböző funkciókat, egyebeket elindítson. Hát bizony, ez nekem elvárás. Egyébként mind a háromra igaz ez. Van, amelyikre nem, de ezekre a háromra igen. Meg hát legyen startmenü. Miért? A startmenü indoka ugyanaz, mint a bároknak, a paneloknak, mert megszoktuk, kényelmes. Véleményem szerint természetesen lehet azt mondani, hogy mindent el tudsz indítani, hát természetesen a billentyű kombinációkkal, ha beállítod, de azért egy startmenü, egy ritkában használt, esetleg gyors billentyűhöz nem rendelt program indításához, kereséséhez, azért nem egy utolsó dolog, és valljuk be, legyünk őszintén, mindegyki, az emberek 99%-a Windowsról jött át Linuxra, és megszoktuk azt, hogy ilyen-olyan szebb, csúnyább, vagy éppen csempézettebb, vagy akármilyen startmenü, még a 3.1-esbe is volt. Hát, megszoktuk, szeretjük, használjuk. Oké, az első, amit be szeretnék mutatni, az XFCE-nek a saját panelja.
ez nem csak az XFCE-vel együtt használható, ez nagy elő, hiszen nagyon sok rendszer, nagyon sok disztribúció használja az XFCE-t, és hogyha te azon megszokod ezt a panel rendszert, a panel beállításokat, akkor természetesen egy OpenBox-ra való váltásra nem kell új panellal killodnod, egyszerűen elindítod a panelt, és a megszokott panel környezetbe tudsz dolgozni. Nézzük is meg egy felsorolás szerint, hogy hát bizony milyen tulajdonságokkal rendelkezik. A beállítása grafikus, egyszerű. Ahogy lehet látni, rákattintunk panel és panel beállítása, nagyon egyszerű, szép és magyar nyelvű berendezést kapsz, mindent be tudsz állítani. Most egy kicsit előreugrok a felsorolásba, és bemutatom azt, hogy ami nekem nagyon kellemes a panel beállításnál, a mód, hogy hol jelenjen meg, természetesen van vízszintes, van függőleges, és van az a deskbar, ez a lebegő, tehát oda teszed, ahova akarod. Ez nem egy olyan dolog, ami mindenhol megvan. A polibart például függőlegesen nem tudod elhelyezni, tehát akinek függőleges panel kell, a polibar nem fog megfelelni. Az XFCE igen, és a kimenetet automatikusan tudod váltogatni. Nagyon kényelmes, hogy azon a monitoron, azonnal automatikus, vagy mindegyik, vagy csak ezen, vagy csak azon beállítást meg tudod tenni. A másik dolog, amire ki szeretnék térni, ez intelligens panelrendszer, azaz nem csak úgy tudod beállítani, hogy rejts el saját magát automatikusan, hanem intelligensen is, azaz meg tudod adni neki az intelligenssel, hogyha kinagyítod maximálisra az ablak méretet, akkor ő húzódjon bele a kávába, tűnjön el, nagyon kényelmes. Bár a Tint 2-esnél is van különféle beállítása az eltüntetésnek, tehát a láthatóságnak, de ezt az intelligenset ilyen szépen nem tudja. A másik, amit érdemes tudni, itt az átlátszóság, teljes mértékben szabályozható a Tint 2-nél is, de a polibárnál nem. Tehát akinek átlátszó háttér kell, hogy ne egy szín vagy egy akármilyen háttere legyen a panelnak, ott természetesen az XFCE vagy pedig a Tint 2-es közül tud választani, a polibár ezt nem tudja, ő meg más bajom. Oké, láthatóan szép beállító felületet kapsz, és nagyon szépen tudod a saját vagy a pluginként kapott eszközöket elindítani, beállítani minden lehetőségnek, amit itt látsz, természetesen grafikus beállítási lehetőséggel van. Oké, nézzük a felsorolást. A testre szabhatósága közepes. Vannak olyan lehetőségek, amiket nem tudsz testre szabni. Ez egy kész rendszer, úgy értem a kész, hogy te nem tudsz például belenyúlni olyasmibe, hogy az ikon milyen legyen, azt ő valahonnan veszi a rendszerből. Oké, ez egy kis hátrány, nem tudod az összes kis ikonkát úgy színezgetni, ahogy neked tetszik, a háttered darabonként nem tudod úgy beállogatni, szakaszonként beállogatni színezés szempontjából, mint a másik kettőnél. Jó, oké, ez egy hátránya, de előnye, hogy grafikus beállítású elhelyezése, volt róla szó, hogy bárhol saját eszközei, tehát azok, amiket ő gyárilag hoz magával, vannak, relatív keveset hoz magával, pár plugin beépülő van, ilyen plugin például a időjárás jelző, ami szépen kijelzi az időjárásunkat, az adott helyet, amit beállítottam, azaz pár ilyen dolog van, viszonylag kevés, tehát nem több száz, inkább ilyen pár tucatra gondolok, azaz pluginolni lehet, hozzáadott eszközöket tudsz beszerezni. Ezeknek a hátránya természetesen az, hogy grafikus beállításúak, és nem mindent tudsz beállítani úgy, ahogy neked kellene, bár ezek inkább a szőrszál hasogatásos témákat nem tudják. Gyorsindítósáv van, egyértelmű gyorsindítósávot hozzá tudsz tenni, asztalváltó láthatóan van, fejlett, jól működő asztalváltónk van, start menü van egy saját, tehát egy plugin a Whiskers menü, és természetesen független panelokat is el tudsz indítani a gyorsindítósáv segítségével. Külső script program futtathatósága az már egy kicsit nehézkesebb,
kevésbé testre szabható, de természetesen itt is tudsz indítani egy scriptet. A három közül ez a külső program script indítási lehetőség itt a legszükebb, tehát hogyha sok saját scriptet szeretnél irogatni és azokat indítani, mert az a vágyad, és ezeket jól beállogatni kinézetre a panelban, akkor nem a kedvenced lesz az XFCE. A dokumentáltság nulla. Gyakorlatilag a három panelt szokták bemutogatni, hogy hogyan kell állogatni, de azon kívül semmi dokumentum nem kell hozzá, hiszen nagyon-nagyon egyszerű grafikus felületen állítható eszköz. A következő panel a Tint 2-es panel, én ezt gyakorlatilag egy indítósávnak használom, de ezen kívül rengeteg dolgot tud. A beállítása itt nagyon érdekesen alakul, egyrészt grafikus, egyrészt pedig szöveges szerkesztéssel tudod beállítani. A testre szabhatósága itt is nagyon jó. Nézzük is meg a grafikus felületet, hogyan tudjuk beállogatni ezt a programot. Az első lépés természetes, nyitunk egy terminált és beírjuk, hogy tint2.conf. A tint2 konfigurációs file elindul. Fel van egy csomó sorolva, azt állítod be, amit akarsz, nekem az oldalsó, látható oldalsó, az, amit beszeretnék állítani, rákattintunk, elindul, és megindul a szerkesztés. Egyértelműen lehet látni, színeket be tudod állítani, az átmeneteket be tudod állítani, hátteret, egyéb szintet tudsz definiálni, kényelmesen, úgy, ahogy neked tetszik. Tehát itt már túlléptünk azon, hogy van egy alapbeállítás, átlátszóság, valaki a pluginokat úgy állította be, hogy neki tetszik, hanem te saját magad mindent beállíthatsz. A panel elhelyezése, és ez egy nagyon kényelmes dolog, 9 pozícióba lehetséges, azaz ahogy lehet látni, körbe a monitornál úgy helyezed el, ahogy akarod, hosszúságát, méretét egyértelműen tudod szerkeszteni és beállítani, real time-ba meg fog jelenni, tehát rögtön látod a változásokat, természetesen ha rábögsz az applira, és lehet látni egy picit összebugrott a panelom. A következő beállítás a panelnak a lehetőségeit a gyárilag elkészített lehetőségeit mutogatja. Ahogy látni, rengetegféle dolgot be tudsz állítani, laptoposoknak az elemtöltöttségét, az elemmel kapcsolatos dolgokat is rá tudod húzni, egyszerűen ráhúzod, azaz megnyomod a kis gombot és oda megy, és akkor már rögtön meg is jelenik az appli után az óra, egy system tray, taskbar, gyorsindítósáv, ennek használom én egyébként, akkor a szépészeti dolog üres helyet tudsz elhelyezni, szeparátor, egy vonalat, vagy akármit szeretnél oda berakosgatni, hogy az elkülönüljön, exekútor és buton, tehát indíthatsz ezekkel olyan dolgokat, olyan parancsokat, amelyeket te szerkesztettél, meg tehát parancsori dolgokat is, scripteket is kényelmesen tudsz indítani, a taskbar beállítása látható, nem egy nagy dolog, azon kívül, hogy sok beállítási lehetőség van, de itt is lehet látni, hogy az előre definiált színeket te kiválaszthatod, beállíthatod az, hogy a taskbarnak, a system traynek, a panelnak, a akárminek milyen színe legyen. Inaktív panelokat, az inaktív programokat más színnel jelöltetheted, tehát végtelenségét tudod állogatni. A task button, tehát a programindító gombocskákat és egyebeket is tudod változtatni. A gyorsindítósávot úgy szerkeszted, hogy kiválasztod a menüből, hogy neked mi kell, rábögsz az idevaló nyílra, a kivétel az ellenkező irányú nyíl, meg itt leföl tudod állogatni, illetve azoknak a környezeti beállítását, az ikon méretét, az átlátszóságát, a szaturációját, a egyéb beállításokat meg tudod tenni, tehát valljuk be, igazán kényelmesen tudod állogatni, az órát is testre tudod szabni, hogy mit jelöljön meg, hogyan mutassa napot, percet, egyebet, hát bizony kényelmes és szép, illetve ami nagyon kellemes és kevesen tudják, illetve én azt szoktam mondogatni, hogy érdemes megnézni, hogy nagyon sok olyanhoz, mint például a óra, hozzá tudsz rendelni egér eseményeket, jobb klik, bal klik, közép klik, a föl le görgetés,
azaz nem csak arról szól egy óra, mint mondjuk a XFCE panelban, hogy van óra, aztán nézed, vagy a Konkinál, úgyis láttátok már a desktopomon a Konkit, hogy ott mutogatja az órát, aztán köszönöm szépen ennyi, hanem eseményeket is hozzá tudsz rendelni, azaz programokat is tudsz indítani, onnét is, System Tray-t is beállíthatod, ami erre akarod, rengeteg beállítási lehetőség van, batterét, tehát az elemek szintén igaz, hogy tudsz indítani különböző parancsori vagy programokat, amit igazából az elemhez tudsz te párosítani logikailag, és kényelmesen használhatod a tooltip, tehát legyen olyan, hogy ide mész, és akkor kírja neked szépen egy idő után, hogy miről van szó, milyen színnel írja ki, vagy egyéb, igazából magad állítod be, az exekútor, a végrehajtói parancs, én tesznek egyet betettem ide, de nyilván van egy egyszerű parancsor, és itt is igaz az, hogy egy ilyen exekútorhoz, tehát egy végrehajtó egységhez az összes, na jó, nem az összes, de nagyon sok egér eseményt jobb klikba klik, középső gombbal lenyomom, és fölle görgetsz, eseményhez hozzá tudsz valamit rendelni, hátteret beállíthatod olyanra, amire akarod. Tehát itt egyesével az exekútorokhoz, végrehajtási gombocskákhoz hozzárendelhetsz ikont, szöveget, és még egy szint is külön-külön. A buton nagyjából ugyanezt tudja, egy kicsit másképp néz ki, nyilvánvalóan azt állítod be, amit te szeretnél. Oké, és amikor már valamivel végeztél, apply, és rögtön aktív lesz, tehát beolvassa a konfigurációs fájlt, és kész is vagyunk. Ennyi, tehát valljuk be, nagyon professzionális módon be tudod állítani grafikus felületen, amit te szeretnél. A szövegszerkesztés hasonlóan egyszerű, a konfigurációs, az adott konfigurációs fájlt kell szerkeszteni. Nézzük is meg, mennyire vagyunk kiszolgálva, mennyire felhasználó barát ez a program leírása. Ha te lelapozol ide végig, láthatod, hogy elég sok leírás van, beállításra rákattintasz, és már látod is azt, hogy rengeteg beállítási lehetőséged van, és agyon van dokumentálva. Azaz, aki szövegszerkesztővel a konfigurációs fájlokat szeretné szerkeszteni, itt gyakorlatilag szájbarágosan elmagyaráznak mindent. Nekem kiemelten azt tetszik benne, hogy végtelen egyszerű dolgokat is rajzocskával és ábrázolással és leírásokkal tarkítva magyaráz el neked, azaz már maga ez a kis rajzocska is mutatja, hogy a báron, tehát a taskbáron, vagy hát a panelon gombocskák hogyan helyezkednek el, és akkor mit, hogyan, miképp kell állítani, mennyire pontosan tudod beállogatni gyakorlatilag a körülöttel lévő, egy gomb körülött lévő négy értéket egyesével állogatod, azaz megteheted azt is, ha ilyen a kedved, hogy a taskbar fönt legyen a panel tetején, a másik taskbar pedig alul, a clock meg középe, tehát végtelen pontosítás és beállítási lehetőségek vannak, látható nem csak ezt, amit én egy kiemeltem, hanem a többihez is vannak rajzok, leírások. Azaz minden programozónak, minden programkészítőnek legyen ez egy jó példa, hogy ilyen szépen elkészítették azt, ami hát igazából alapkövetelmény egy beállításnál, mindent ledokumentáltak szó szerint, szájbarágosan és nagyon-nagyon kényelmesen. Nézzük is tovább, hogy milyen lehetőségeink vannak, illetve nincsenek az adott Tint2-es panel beállításánál. Megbeszéltük, hogy saját eszközei igazából nincsenek, az a pár fontos, és talán az igényeimet teljesen lefedő belső dolgai megvannak, amiről beszéltünk, asztalváltó, ez az amaz, oké, ez nagyon jó, gyorsindító sáv alapból benne van, ez is nagyon jó, asztalváltó természetesen van, pluginok nincsenek, nem kíván plugin, azaz nincs olyan, hogy letöltesz valamit, és akkor beleteszed, és akkor többet fog tudni, úgy, mint például az XFCE-be. De rengeteg kész beállító fájlt lehet találni Tint2-est az interneten, akár kinézet, akár tudásbeli eltérések is vannak, érdemes őket tanulmányozni. Azaz,
Nagyon kényelmesen lehet használni, főleg, hogyha egy-kettőt már meg is néztél, hogy mit tud. Start menü saját start menüvel nem rendelkezik, azaz olyan, mint a WishCast menü a XFCE-be nincsen, azaz külső programot kell ehhez igénybe venni, vagy fél tucat olyan nagyon jól működő menü van, ami akár az Openbox alatt, akár T-Link, azaz csempézős asztali felület ablakkezelőn működni fog. Nézzük is meg, hogyan működik egy külső eszközzel, az AppFinder nevű kis programocskával ez a megoldás. Berakod a gyorsindító sávba, egy darab ikont rendelsz hozzá, illetve automatikusan megkeresi az ikonját, hogyha van. Rákattintasz, és itt is van, működik, ugyanúgy működik, mint bármely egyéb rendszer alatt. Azaz az egyszerűbb, esetleg csempézős, ablakkezelő eszközöknél sem leszel megfosztva ettől a kényelmi lehetőségtől, azaz megvan a lehetőség. A másik gondolat, az nálam jelenleg nincs beállítva, hogy hozzá tudod rendelni például az órához, ahogy én ott mutogattam, hogy különböző gyors gombokat, azaz az egérnek a gombjai lenyomására valamilyen művelet elinduljon, valamilyen program elinduljon, oda is hozzá tudsz tenni egy J-menüt, egy PG-menüt, vagy akármilyen kisebb vagy nagyobb tudású menüt, és akkor az órára, vagy a elemre, vagy akármire kattintva, amire beállítod, elindul ez a kis menürendszer, ez a kis start menü. Szóval mindent meg lehet oldani, csak akarat kell hozzá, menjünk is tovább. Start menüt megbeszéltük, átlátszóság. Az átlátszóságot teljes mértékben te tudod állogatni. Az átlátszósághoz, az áttetszőséghez természetesen egy kompozítort indítani kell, hiszen nem saját maga kezeli az átlátszóságot, az áttetszőséget, hanem természetesen a kompozítor fogja ezt alkalmazni, ezt azért emelem ki, mert a nagyobb, komplexebb ablakkezelőbe a kompozitáló eszköz alapból elindul, az Openbox alatt, illetve a T-Link, azaz csempézős felületeknél el kell indítani, ha van rá igényed. A következő gondolat külső script program indítása. Természetesen láttátok, hogy hozzá tudsz rendelni egy ikonhoz, egy indító ikonhoz különböző programokat, ahhoz még egy kicsit skálázhatod az egér gombok szerint is, tehát egész szépen beállogatható. Igen, egyszerűen beállítható, azaz bemásolod a scriptet, a parancsot és elindul, közepesen testre szabható, ezt azért emelem ki, mert a testre szabás az azért itt az egérbillentyűnél például korlátozódik, hogy jobb, bal, középső görget előre, hátra, ennél több nincs. Hát bizony ennyit tud, azaz szerintem mindenkinek kielégítő lesz. A dokumentáltságról nem akarok beszélni, megmutattam, láttátok, alapvetően agyon van dokumentálva, minden kis nüansznyi kis lehetőség szépen ki van fejtve rajzocskával, ahogy illendő. Tehát, hogyha valakinek az XFCE saját panelja, amit másolva is be tudunk tenni, kevés, annak nagyon jó szívvel tudom ajánlani a Tint2-es lehetőséget, hiszen teljes mértékben még egy haladónak, egy igényesebb embernek az igényeit is kielégíti, hiszen akár kinézetre, tehát jól beállítható a kinézete, akár tudás szintre nagyon-nagyon fejlett, és kényelmesen konfigurálható, hiszen mindenki megtalálja a maga szöveges, vagy éppen grafikus beállítási lehetőségeit. Nagyjából ennyi. Volt róla szó, hogyan kell beállogatni, videó is, leírás is van, azaz, akinek van kedve, neki kell állni és kipróbálni. A mai csúcs, azaz az utolsó bemutatott várunk a Polybar. Ez egy nagyon professzionális, nagyon jól kezelhető, nagyon szép és nagyon jól testre szabható eszköz. De van egy hátránya vagy előnye. Attól függ ki, hogyan közelíti meg, csak szöveges konfigurációs fájllal lehet őt testre szabni. Azaz mindent, igen, mindent. Kizárólag egy darab fájba való turkálással, állogatással, kísérletezéssel és megfelelő tudás mentén tudjátok majd testre szabni. Azaz, akinek ez idegen, annak inkább a Tint2-es a kedvence,
hiszen ott van grafikus, nagyon professzionális grafikus beállítási lehetőség. Ami nagy hátrány, és vegyétek ezt komolyan, ez valóban nagy hátrány, csak vízszintesen lehet elhelyezni, azaz a vízszintes éleknél alul vagy felül tudod elhelyezni, legalábbis olvasmányai élményeim szerint a fejlesztő nem is szeretne álló formátumot készíteni ebből, ezt ő tudja, szíve joga, szerintem jó lenne egy ehhez hasonló függőleges beállítás is, de hát sajnos nincs ebbe. A saját eszközeinek a kínálata szép, tehát van egy olyan egy tucat környéki, soha nem számoltam meg, meg nem is fogom most sem megszámolni, hogy mennyi van, van, nem sok saját eszköze van, pluginjai nincsenek. Tehát nincs olyan lehetőséged, hogy letöltesz egy plugint, mint az XFCE panelhoz, és beinstalálod, azaz a csomagkezelővel felteszed, aztán két kattintás és grafikus felületen beállítod. Itt ilyen lehetőség nincs, de van olyan lehetőség, hogy az interneten rákeresel, hogy Polybar, és körülbelül 1 millió konfigurációs fájlt különböző színekkel, egyebekkel le tudsz tölteni, majd mutatok egy olyan helyet, ahol 12 csomagot le is tudtok szedni. Nem azért, mert ezek olyan kifejezetten hű, de különlegesek, inkább azért, mert szépek, és a kinézetet beállították már, esetleg a kinézet mögé pedig te olyan programokat rakosgatsz, ami számodra kellemes, és átlátjuk majd azt, hogy bizony, itt azért a lehetőségek végtelenek kinézet és technika szempontjából, azaz ez nagyon kényelmes dolog lesz, és konfigurálható számunkra, igazából nem egy idegen, hiszen többször beszélgettünk konfigurációs fájlokba való turkálásról, tehát ezt meg lehet csinálni egy középhaladónak, nem fog gondot okozni, majd ránézünk. Gyorsindító sáv természetesen megoldható, tehát van kis ikonka, és arra rákattintunk, és utána működni is fog a dolog. Nézzük is meg, asztalváltó természetesen van, egyértelmű, örömmel vettem észre, hogy jól is működik, nem minden panelnél szokott ez úgy elsőre szépen működni, jól működő asztalváltónk van, start menünk, külső programmal oldható meg, hiszen ha egy gyorsindító sávba beteszel egy ikon mögé egy programot, akkor akármelyik start menü programot be tudod tenni, tehát ez nem fog már ezek után gondot okozni. Átlátszóság, na hát itt jön a probléma lényege, nincs. Azaz normális olyan, mint a Tint2-esbe, vagy az XFCE-be nincs. Azaz hiába van fent egy normálisabb kompozitor, akármelyik, ennek az átlátszósága nem fog szépen működni. Ezt ki lehet cselezni azzal, hogy egy szép, megfelelő, szürke, középszürke, vagy neked tetsző panelt összehozol, szépen utána rárakosgatod a gombokat, a blokkokat, és szépen kiszenezed, ahogy tetszik, egy semlegesebbre, és akkor a hátteret nyugodtan változtathatod mellette, hiszen a szürke az majdnem mindegyikhez megy. Vagy a másik lehetőség az, hogy akkor átszínezed a panelodat, amikor hátteret váltasz, hiszen egy zöld panelhoz azért egy vörös naplemente nem igazán illő, illetve fordítva is, hogyha egy nagyon szép tájkép van tele zölddel vagy vízzel, azért hupilila a panel, hát nem túl izgalmas hozzá, és azért nekünk fontos, hogy jól is nézzen ki az asztalunk. Azaz az átlátszóság hiánya itt sarkalatos pont, mert akinek átlátszóság kell, annak ez a panel nem fog megfelelni. Külső script program, hát ez komfortos, teljesen testre szabható, majd egy pár perc múlva meglátjátok a konfigurációs fájlba, azt írtok bele úgy, ahogy nektek tetszik, real time-ba meg fog jelenni a panelnél, tehát igazából erre van kihegyezve, tehát hogyha neked egy olyan gyorsindító, asztalváltó, menüindító kütyű, ketyere kell, ami sok mindent ír, mert hát nyilván, ha egy scriptet írsz, annak az eredményét ki tudod iratni, mondjuk a memóriát, akárhogy figyelje, azt ki tudod iratni, tehát ez nagyon kényelmesen használható lesz. Erre a célra, és erre van kiegyezve, akinek ilyen igényei vannak, nem fog csalódni, ez majdnem biztos. A dokumentáltság nagyon jó. Bár az is igaz, hogy nincs annyira túl dokumentálva, mint a Tint2-es panelnak az összes nüansznya, ki van fejtve, mit, hogyan és egyéb, de aki ezen egy picikét gondolkodzik, belenéz, beleturkál, kipróbál, annak aztán ez a dokumentáció
bőven elegendő, plusz amit emlegettem, az internetről rengeteget le tudunk tölteni. Miről is beszéltünk? Természetesen őróla beszéltünk. Hát nézzük meg, hogy valóban nem csak vicc, hogy van indítósávja, rákattintunk, és meg is jelenik, nagyon boldogan be is fogom csukni. Profi, nem? Mint akármelyik panelba. Asztalváltó eszköz van. Hát itt a magyarásnak a készítője egy kis ikonokkal jelezte az asztalokat, nem számmal. Nagyon kényelmesen minden ilyesmi megoldható. Hát váltogassunk egy kis asztalt, és nem igazán fog különösebben érdekes lenni, hiszen láttátok, váltott. Hát ez a dolga, hogy váltson. Itt ez kijelzi a processzor magjaimnak a teljesítményét, jól visszavettem a ciklikusságot, ahogy ellenőrizze, hiszen nyilvánvalóan nem az a célom, hogy minden másodperc, 10 másodpercben megnézze, de hát nyilvánvalóan ez szépen működik, kipróbáltam. Van egy hangerő szabályzó gomb, természetesen ilyen belső modulok, mert önállók ezt úgy hívják, hogy modulok, bizony belső modulok vannak, és ezeket be tudod állítani, plusz különböző külső-belső cuccokat hozzá tudsz tenni, azaz egyszerű panel. Egyszerű panel, ami így néz ki, úgy néz ki, ahogy te beállítod. A kinézetre gyakorlatilag polibár keresőszóra, vagy config polibár, ilyen keresőszóra egy csomó beállított szép panelt lehet találni. Én ennek a GitHub oldalnak a híve vagyok, mármint azon szempontból, hogyha valakinek kell, előre elkészített egy szép, nézzük is meg, látható a színezés olyan, amilyen, amire be van állítva, tehát olyan színű, amilyet te szeretnél. Előre van sötét, világos beállogatva, le kell tölteni, installálni, és aztán meg is kapod, lehet látni ilyen, nézd meg. Nem azt jelenti, hogy beszínezel valamit, hogy az csak egyszínű szürke lehet, hanem ilyen szivárvány színbe is egy kicsit világosabb, sötétebb, egyéb, be tudod állogatni a dolgokat, és különböző színeket hozzá tudsz tenni, de szép, igaz? A hármas a következő, az pedig így néz ki, itt is lehet látni, hogy hozzá tudod igazítani az itt lévő csikocskát, vagy éppen a betűszint, vagy egyebet a háttérképethez, és akkor egy egységes, professzionális kinézetet fog kapni, jó lesz ránézni az asztalodra, felső és alsó van, természetesen azt megbeszéltük. Egy kicsit visszalapozok, mert itt szeretnék valamit elmondani. Ez csak egy kis ismeretátadás, mert én belefutottam, mert nem tudtam. Én azt hittem, hogy a polibár config, és akkor van a config, és letöltöm, és boldog leszek, és működik. Nem. Arra nagyon figyeltek, hogy sok konfigurációs fájlhoz természetesen hozzáadják azokat a skripteket is, amide fel van szépen sorolva, akár konfigurációs fájlok, akár skriptek, vagy egyebek, direkt skriptek, amik ahhoz kellenek, tehát azok nélkül nem fog működni, és kattogtathatsz az ikonra, nem megy, azaz, hogyha nincs meg az a program, amit meghívna az adott eszköz, akkor nem fog működni. Azt hiszem egyértelmű, máshol is egyértelmű, de én úgy gondoltam, hogy hát ezt ki kellene emelni, és figyeljetek a pontos elhelyezésre, hiszen majd meglátjátok a konfigurációs fájba, ott azért az elérési utakat is megadják egy scriptnél, hogyha szükséges, és hogyha máshova teszed, nem fog működni, de ez természetes, hiszen aki már egy config fájlt szerkeszt, annak ilyesmit felesleges is volt elmondani, azaz a lehetőségek tárháza a végtelen, olyanra konfigurálod, állogatod be, amilyenre neked tetszik. Ez csak a kinézet különböző verzióit mutogatja. Én szeretem, hogyha szépen néz ki valami. Oké, tehát a kinézet működőképes. A Polybárnak a saját oldalán gyakorlatilag megnézheted azt, hogy a lehető legtöbb disztribúcióhoz a legfrissebb van, vagy egyel, vagy kettővel régebbi szokott elkészülni, és telepíted, azaz nem kell itt forgatni valamit, lefordítani és kilódni vele, a saját disztribúciódban természetesen benne van, és én azt mondom, hogy a nagyobb disztribúcióknál is, az Archnál mindenképp, több konfigurációt is le tud szedni a saját tárolódból próbaként, azaz nagyon szépen fog működni az egész, de itt a fordítás kézitelepítést is megmutogatják. A leírása nagyon jó, én nem is térnék ki rá,
rá gyakorlatilag beállogatás, egyebet, mindenféle dolgot leírogatnak. Én azt szeretném megmutatni, hogy ezek a moduloknak hívják itt azokat a gyári pluginokat, készleteket, amik működnek. Ezeket érdemes átnézni, gyakorlatilag igazából az én szívemhez közel egyetlen egy darab van, ami lényeg a BSPVM-nek a váltogatós, asztalváltogatós dolga, de az i3-ashoz is van menü, egyéb beállítási lehetőség, Pulse Audio alzának a hangerő szabályzója is megvan, tehát nem fog gondot jelenteni, hogy megjelenítsd a hangerő szabályzó gombot. Oké, azaz ezekkel fog érkezni, ezeket te testre szabhatod, és ami a lényeg, még ehhez annyi mindent hozzá tudsz tenni, kisebb-nagyobb odafigyeléssel és hát munkával, amennyit te el tudsz képzelni. Nézzük is meg ezeket a konfigurációs fájlokat. Én azt mondom, hogy azért mutatom meg csak, mert lássuk be, nem olyan bonyolult, mint ahogy így elsőre kitűnik, hanem egyszerű szövegfájlok, viszonylag struktúra nélküliek, tehát nem kell egy külön nyelvet megtanulni, aki a szöveget be tudja gépelni, annak ez nem fog gondot okozni. Elindítjuk, nézzük is meg a polibárt, akarom szerkeszteni, elindul, hát én ezt ki fogom nagyítani, mert egy pici, BSPVM-en vagyok, azért ilyen furcsák az ablakok elhelyezése, és látható szöveg, szerkesztővel jól szerkeszthető dolog, ami nem okozhat gondot. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni már az elején, itt a komment nem kettős kereszt, nyilván, hogy örüljön az ember, hogy mindenhol más, hanem pontos vesző. Ez van, el kell fogadni. Van egy globális része a beállítófájnak, ahol a színeket, kereteket, hátteret, egyebet definiálod. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt is van lehetőség arra, hogy te valamit, egy színt definiálj, mint egy változó, például itt változóként definiálja a háttér, illetve előtérszint, és utána már csak úgy fog rá hivatkozni, mint a változóra, az adott változóra, és akkor természetesen kényelmesen, nem kell mindig a adott értéket bemásolgatni, beírogatni. Látható, majdnem mindennek a formáját, színét be tudod állítani. Meg kell nézni, hogy éppen micsoda a margin, vagy az offset, vagy az underline. Az azt hiszem egyértelmű szavak, angol szavak, és tudjuk, hogy nagyjából mit jelent, és hogyha véletlenül valaki igazából nem tudja, az megváltoztatja mondjuk a szint vagy az értéket, és utána megnézi a polibárján, hogy mi változott, és utána rögtön rájön, hogy az adott érték mit fog neki állítani. A következő dolog itt az offsetek, beállítások, egyebek, szeparátorok, hátterek beállítása történik meg. Én nem nagyon szeretnék ebbe kitérni, de két dolgot emelnék ki. Itt a hosszúságot, szélességet be tudod állítani, tehát teljes mértékben legyen. Nincs dinamikus, tehát erre azért figyelj, hogy Tint 2-es panelnél van dinamikus, tehát addig nől jön, amennyi ikon rákerül, itt ilyen lehetőség nincs, a szélesség, vagy hát illetve itt a magasságának a megadása, az egyértelmű. Amire ki szeretnék térni, és ez fontos és kényelmes dolog, megadhatod, hogy az adott konfiguráció, az melyik monitoron jelenjen meg, tehát vagy egyiken, vagy másikon, vagy mind a kettőre, vagy hát az összesre ki tudod rakosgatni. Szuper, igaz? A többi is egyértelmű, szépen beállítható dolog, azaz angolul, majdnem azt mondtam, hogy magyarul, de hát már gyakorlatilag ezeket a top, meg size, meg egyéb szavakat már mindenki megtanulta angolul, és már úgy használjuk, mintha magyar lenne. Szóval be tudod állogatni, arra figyelj, és én ezt trükként, ötletként adom. 1, 2, 3, 4, ebbe a konfigurációban 4 darab fontot vár el, betűkészletet vár el, ezeket telepítsd föl, jó, mert különben az ikonok nem jelennek meg, vagy nem úgy jelennek meg, vagy nem olyan lesz, mint ahogy a képen láttad, és az elég kellemetlen. Itt nagyon fontos. A következő kis szekcióban mit kapunk? Hát természetesen azt kapjuk, hogy meg kell adni, hogy hát bizony a modulok
Melyik modul hol jelenjen meg a csikon? Jobb oldalt, bal oldalt vagy középet szépen megmondhatod, hogy a Firefox. Az előbb bemutattam, rákattintottam, elindult. Az a nevű modul, a modul nevét te adod meg természetesen. Az bizony, hol jelenjen meg professzionális, pontosan be tudod állogatni. Azt kell mondanom, hogy az előző kettő darab bemutatott panelhoz képest ezzel ilyen szempontból is öröm dolgozni, mert hogyha te azt mondod neki, hogy left, akkor az left lesz, és nem fogja áthelyezni, mert nő vagy kicsinyedik a panel, meg egyéb, meg nincs hely, vagy egyéb, ő bizony oda fogja ebben a sorrendbe berakosgatni, ha egy modult már ki akarsz venni a panelról, de a konfigurációs fájlba bent akarod tartani, simán innét kitörlöd, és ennyi, egy modul, egy gombot jelképez, így értelmezitek. A következő egy BSPVM-hez rendelt beállítás, nyilvánvalóan, hogyha le vagy fölfele tekerem az egér gombot, a középsőt, akkor lépteti a deszket, a desktopot odébb rakosgatja. Ennyi. Tehát be lehet állítani mindent, be lehet állítani általános dolgokat, a te felületedhez rendel dolgokat. Nagyon jó. Hát a következő modul egy internál modul, típus internál. És hogyha az előbbi honlapra fölmentek és megnézitek ott oldalt, hogy fel van sorolva, a BSPVM-nek a modulja, ami egy asztalváltó dolog, annak a beállítását megtehetett sima szöveges fájlok, és látjátok, itt nagyon professzionális ez az elgondolás, és nekem nagyon tetszik, mindegy változóra hivatkozunk egy-egy színre, egy-egy beállításra, tehát hogyha összeszeded azokat a színeket, amit te szeretnél használni, változóként definiálod, abban a pillanatban itt is tudod használni, és mindenhol egyforma lesz, nagyon-nagyon kényelmes. Na, természetesen azt tudni kell, hogyha elírsz valamit, akkor nem fog úgy működni, de hát ez igazából egyértelmű, a szeparátorokat, helyköztartókat is beállíthatod. Szuper! A modulok, az internál belső modulokat érdemes megnézegetni, végignézni egyszer, hogy számodra kell, nem kell, milyen ikonnal jelenjen meg, vagy életedben nem kell, például nekem egy óra ikon, vagy hát ne jelezgesse már ki a CPU-nak, tehát a processzornak a használatát ekkora helyen, ahogy láttátok az előbb, elég nagy helyet elfoglal, és akkor természetesen az nekem nem kell, és utána végignéztétek egyszer gyakorlásképp az internál, tehát a gyárilag hozzáadott modulokat, amiket úgy tudsz egyébként beaktivizálni, ha nincs bent, hogy fölmész a honlapra, kivágod a forráskódot és bebigyezted, és természetesen a panel elhelyezkedésnél megadod. A következő a custom, tehát a saját magad által beállított modul, hát a modulnak hívják, hívjuk most modulnak, modul. A következő modul bizony egy text, tehát egy szöveget indítunk el, szöveget, egy programot indítunk el vele, nagyon-nagyon szépen custom text, meg kell adni a típusát, hogy milyen típusként dolgozzon vele, nézzük is meg a Firefoxnak, hogyan néz ki. Megadom a modult, Firefox, ő a neve, akármilyen nevet adhatok meg, amivel felül majd hivatkozni fogunk a panel beállításnál, hogy hol jelenjen meg szegényem, és megmondjuk, hogy ez egy saját szöveg, azaz légy szíves már szövegként kezelni, ami ide lesz írva, és akkor megadjuk az ikonkáját, háttér, előtér, egyebek is vannak hozzá, de általában ennyi elegendő, a környezetét, hogy milyen távol legyen a másiktól, és hogy a click left akcióra indítsa el a Firefoxot, és elindul, ugyanígy megadhatod a click rectet, akármit, tehát meg tudod adni azt a egér eseményt, amire ő neki valamit kellene csinálni. Rákattint, elindít, be tudsz írni, de több dolgot is. Nagyon professzionális. A következő, ami igazából érdekes, a texten kívül a script, amikor megadsz neki egy script lehetőséget, tehát igazából típus, custom, tehát milyen típus, saját típus, és egy scriptet indítunk, itt már nem beírod azt, hogy a Firefox vagy akármilyen program nevét, amit egy textként, egy szövegként értelmezzen is hajtson végre,
hanem megadsz egy elérési utat. Ennyi a kettő közötti különbség. Durván, és figyeljetek arra, hogy ezért mondtam én az előbb, hogyha letöltötök egy sablont, és nem csak a beállító fájt, ezt a szöveges fájt kell beinstalálni, hanem hogyha hivatkozik valami programra, végignézed, akkor vagy felinstalálod, ha pedig a program olyan, hogy egy script, amit az ember, aki közzétette a beállító fájt, ő készített, akkor oda kell tenni, ahol ő keresni fogja, mert például ezt a scriptet bizony ott fogja keresni, hogy az én saját home könyvtáromba, pötty, lokál, bin, státuszbár per volume néven fogja keresni. Ennyi, ha ez nem stimmel, nem fog elindulni, bosszantó. Ha nincs, akkor se fog elindulni nyilván. A következő bejegyzés megadja az, hogy a bal klikre mit csináljon, megadhatod a jobb, közép, egyéb klikeket is, és a többi a háttér előtér és a szokásos dolog, és hogy milyen intervallumként induljon el, ellenőrizze. Őről a beszélünk, nyilvánvalóan ezt a kis 29%-on van a hangerő felkiáltású dolgot készíti, írja ki, ki tudunk iratni bármit vele, amit úgy szerkeztünk meg, hogy ezt ki tudja írni, természetesen ki tudja írni, és itt van az ikon, és így ha rákattintok, akkor megjelenik az a panel, amiben a hangerőt meg egyebet szabályozott, tehát van egy folyamat, amit egy másodpercenként, úgy emlékszem, egy másodperc volt odaírva, akkor egy másodpercenként ellenőrizte, hogy mekkora a hangerő, és kiírja ide, emellé még hozzárendeltük logikusan, hiszen itt a hangerőt szeretnénk ezzel a környékkel szabályozni, hogy már ezt a panelt is a klikre indíts el, hogyha másik klikket szeretnénk beállítani, akkor természetesen a másik egérgombhoz is ugyanígy hozzá tudjuk rendelni. Azaz látható, hogy nem annyira bonyolult, még túl is beszéltem, nagyon egyszerű, csak két dolgot ne felejtsetek el, amire hivatkoztok, az legyen meg, meg ne felejtsetek el a legfontosabbat, ha elkészítettétek a scripteket, egyebeket szépen összeállítottátok, le is menteni, és akkor real time-ban meg fog jelenni. Nagyjából ennyi. Nem volt nehéz. Ezen kívül nézzünk meg még egy olyan dolgot, ami számomra nagyon fontos. Méghozzá nyitunk egy terminált, és be fogjuk írni azt, hogy HTOP. HTOP, eltaláltam a betűket, és megjelenik a HTOP nevű eszközünk. Ez egy ilyen kis kijelző, hogy mi mennyit fogyaszt, a memóriafogyasztás, ne ijedjetek meg, hogy most egy egyszerű kis felületen vagyok, aztán hát bizony, hát agyon eszi a memóriámat, sok minden fut meg a rögzítés is bónuszként, azaz lényeg számukra nézzük meg, melyik panel mennyit eszik, mennyit fogyaszt. Megnyomjuk a keresést, az F3-ast, és beírjuk, hogy polybar. És akkor odaugrik a polybarhoz, bizony 0,1% memóriát fogyaszt. A memória 0,1%-át fogyaszt fel, CPU fogyasztása 0. Én azt mondom, hogy ez nem teljesen igaz, hogy 0, hogyha elkezdi ellenőrizni, láttátok, fölugrott 06-08-ra, ellenőrizni a CPU-nak vagy egyébnek a állapotát az intervallum szerint, amit beállítottunk, akkor nyilván egy picivel többet fogyaszt, hiszen ő valamit csinál. Nézzük is meg a Tint2-es bárt, F3, Tint2, és itt van a Tint2 0,1-et fogyaszt, ugyanannyit, mint az előző 0,1%-ot, és 0,0 a CPU használata. Nem biztos, hogy teljesen etikus összehasonlítani a kettőt. Itt vannak aktív scriptek, amik időnként lefutnak, hogy megnézze, hogy a hangerő hány százalékon áll. Nyilvánvalóan, hogyha ez neked nem kell, kiveszed, vagy az intervallumot visszaveszed, vagy hogyha úgy gondolod, hogy CPU-nak a fogyasztását, tehát sokkal lód, amikor azt ellenőrzik, kiveszed az egészet. Nekem igazából ez kis oszlopokkal mutogass, hogy melyik magon, milyen sebességgel, milyen erővel megy, hát nem nagyon izgat, de ezért kell testre szabni. Akkor nézzük meg a következőt, és ami számunkra fontos, mi legyen a következő, XFCE, és XFCE az itt van-e, a panelunk ugrál 0,3-at fogyaszt. Hát ez bizony egy kicsit többet fogyaszt ez a panel, hiszen aktívan
dolgozik, azaz lekéri az időjárás értékeket, meg azért egy kicsit nagyon picit többet fogyasztó eszköz, azaz a legszebb, legkényelmesebben beállítható, hát bizony egy kicsit többet fogyasztó az XFCE, a másik kettő között igazi nagy különbség nincs, az adja a különbséget, a 0.1 és a 0.1 memória, illetve CPU egy kicsit több állapotjánál, hogy bizony a Polybarnál fut Active Script, ami időnként lefut ciklikusan megadott intervallum szerint, az bizony egy kicsit fogyassza a processzoromat. Összefoglalva, az energiafogyasztás gyakorlatilag, ha nem futtanának a háttérbe a scriptek vagy a pluginok, hogy ahogy az XFCE-nél hívják, akkor nyilvánvalóan nagyjából minimális fogyasztásunk lenne. Oké, megbeszéltük, és összefoglalnám. Aki kényelmes, grafikus felületen egy kielégítő tudású, nagyon szép panelt szeretne, annak az XFCE panel lenne az ideális. Aki grafikus felületen szeretne egy összetettebb panellal dolgozni, annak természetesen a Tint 2-es lenne ideális, hiszen ott van grafikus beállítás is. Na, éppen olyan kedve van, ő neki is van lehetősége konfigurációs fájlok állogatására, ha pedig valaki egy összetettebb, haladó színűbb, de nem túl bonyolult, hiszen láttátok, nem túl bonyolult, panelt szeretne, aminek nincs függőleges módja, és nincs átlátszósága, annak pedig talán-talán ideálisabb, kényelmesebb, hiszen ő szeret egy kicsit ezzel molyologni, finomítani, kísérletezni, talán a Polybar lenne az ideális. Hát ti döntötök, én mind a hármat szeretem, mind a háromnak az előnyét, hátrányát ismerem, ezek közül szerintem érdemes választani. Köszi szépen, sziasztok!